A nyugalom megzavarására alkalmas történet következik. 5 pályamunkás gázolt halálra egy vonat szerda éjjel Milánó és Torino között. 2 másik társuk pedig megsérült a mozdony. Üres vagonokat vitt a közeli Torino felé, amikor belerohant a síneken dolgozó munkásokba, akik a vágányokon dolgoztak. A baleset okát még vizsgálják. Nagy erőkkel vonultak ki a mentők, a tűzoltók és a rendőrök az észak-olaszországi Brandizzo település vasútállomására. A balesetet szenvedett vasúti dolgozók többségén azonban már nem tudtak segíteni. Az 5 férfi szörnyet halt, amikor egy üres vagonokat vontató mozdony 160 km/órás sebességgel átgázolt rajtuk. 2 másik pályamunkás megsérül. A vasúti karbantartók éppen a sineket cserélték a Milánó és Torino közötti szakaszon. Az éjjeli órákban dolgoztak, hogy a javítások a lehető legkisebb fennakadásokat okozzák. Az eset nagy felháborodást okozott, több olasz politikus kiemelte, hogy a munkavégzésnek mindig biztonságosnak kellene lennie. 5 emberről beszélünk, akik életüket vesztették, 5 piemonti polgárról, és mindenekelőtt egy elfogadhatatlan helyzetről, mert az emberek nem halhatnának meg munka közben, fogalmazott a régió kormányzója. Csütörtök reggel ismét pályamunkások jelentek meg a szerencsétlenség helyszínén, hogy összegyűjtsék a hátra hagyott műszereket. Az egyik szakszervezet a délutáni óráktól vasutas sztrájkot hirdetett, amellyel a rossz munkakörülményekre hívják fel a figyelmet. A rendőrség közben nyomozást indított. A balesetben érintett mozdonyvezetőt nem tudták azonnal kihallgatni, mert sokkot kapott.